természeti jellegű feltételezésen alapul, amit úgy hirdetnek nekünk, mintha nyelvészeti lenne, és mintha ez nem feltételezés lenne, hanem tény lenne. Nem tudom, érthető, kettős a csúsztatás. Na most, hogy szól ez a feltételezés? Úgy, hogy amikor 895-ben vagy 96-ban az első magyar bejött a Kárpát-medencébe, már érzékeljük, hogy már ebben egy rosszindulatú feltételezés tényként van előadva. Mintha az tény lenne, hogy az első magyar a Kárpát-medencébe Árpáddal jött volna be, aminek semmiféle tény alapja nincsen. Ez egy feltételezés. Na most, a folytatása, hogy szól ennek, hogy amikor ide ez a horda bejött Árpáddal, akit püföltek hátulról a besenyők, akkor ez egy szószegény horda volt. Érthető? Tehát nem volt, csak egy nagyon minimális szóállománya, ami azt jelenti, hogy mindent, ami egy magasabb rendű műveltséghez tartozó szó, azt már neki itt kellett egy nála definíció szerint magasabb rendű műveltséggel rendelkező néptől, elvileg mindegy melyiktől, csak átvennie. Ez az a lényeg. Na most, miután a legtöbb ilyen hasonló szó szláv nyelvekben és a magyarban található, tehát ilyen módon egy teljes képtelenség állt elő, hogy tudnélik, mi a műveltséget jelentő szavak túlnyomó részét, és itt már a vallási műszavakról is szó van, azt mi egy olyan néptől kellett volna, hogy átvegyük, népséget kellett mondani, mert többféle szláv nyelvet ételeznek föl, amelynek viszont a sírjaiban semmiféle nyoma nincs magasabb rendű műveltségnek. Nem tudom, érthető. Tehát én onnan tudom, hogy szláv egy sír, mert semmiféle magasabb rendű műveltségre utaló melléklet nincs benne. Onnan tudom, hogy ez szláv sír. Miért? Mert ha van benne ilyen, tehát gondoljunk övcsatra, vagy övveretre, vagy hajkarikára, vagy hajfonatkorongra, tehát a legjellemzőbb sírleletekre, akkor az vagy az úgynevezett griffes indás, tehát a késő avarnak nevezett, vagy pedig honfoglalás kori, és nyilvánvalóan oda tartozó magyar. És nincs más. Tehát nincs olyan, ami ezektől elkülöníthető lenne, magas rendű lenne, és szlávnak lenne nevezhető. Most elképzelhető az, hogy egy népség a tárgyi kultúrájában, a nulla körüli tartományban mozog, ugyanakkor a nyelve meg tele van műveltségi szóval, annyira, hogy az nekünk készséggel tudja százas nagyságrendben kölcsönözni? Hát teljesen nyilvánvaló képtelenség. Tehát először ezt a történeti, teljesen megalapozatlan és rosszindulatú feltételezést, ezt kellett besújkolni, és utána erre építeni rá egy a hasonló szavakat már automatikusan mindig jövevény szavakká minősítő elméletet. Ez most eddig érthető volt-e? Meg gondolom, hogy tapasztalatból tudjuk, csak nem ilyen vonatkozásait figyeljük. Tehát egyszerűen nem látunk át az egyik tanított dologtól a másik tanított dologig. És pontosan ez a célja annak, hogy mindent bizonyos kifutókon belül szabad csak megismernünk. Ha például egy történész átvizsgálódik a nyelvészet területére, már kapja a pofont. De a nyelvész nyugodtan átjöhet a történész vagy a révész területére. Miért? Mert az egész úgynevezett jövevényszó elméletünk egy olyan őstörténet felé kalauzol el bennünket, amely soha nem létezett, viszont ezt tanítják nekünk. És ez csak nyelvészeti, csak apparátussal, hát valószínűsíthető egy darabig. Holott a gyökerei, mint láttuk, nem nyelvi, hanem történeti, méghozzá álságosan és rosszindulatlan fogalmazott történeti feltételezésekig vezetnek vissza. Na most, milyen vonatkozása van mindennek az ősvallásunkhoz? Hát az, hogy pontosan ugyanerről van szó. Tehát mi történik akkor, amikor ősvallásunkat megpróbálják rekonstruálni? Adva van mondjuk egy Arany János korabeli magyar vallási állapot. Miért Arany János korát említem? Azért, mert már elég sok írásban is ránk maradt nyoma van annak, hogy a magyar nyelvterületen belül hogyan élte meg az Istennel való kapcsolatát ez a nép.
Korábbi időből, ahogy megyünk visszafelé, egyre kevesebb van értelemszerűen az írásban ránk maradt dokumentumból. Tehát nagyon nehézkes a rekonstruálása annak, hogy hogyan is érte meg ezt a kapcsolatot a magyar ember. Na most hogyan jár el egy őstörténetkutató? Veszi ezt a nagyon sok adattal jellemzett vallási életet, és itt most gondoljunk bele, hogy ebbe beletartoznak az apokrif imádságok is. Tehát a teljességet, amiben az úgynevezett paraliturgikus, tehát a nem elfogadott, nem tanított vallási gyakorlaton túli, tehát az örökletesen fönnmaradt szövegek, illetve képek is benne vannak, ezektől egészen a teljesen hivatalos, tehát a Nihil Obstat felirattal megjelent liturgikus szövegekig, illetve hát a dogmatikára is utaló szövegekig, a teljességben van. Na most hogyan jár az őstörténet kutatója? Pontosan úgy, ahogy hát a vallás történetre gondolok. Most, mint ahogy a történet tudományban nyelvészet eljár. Tehát elkezd kivonni. Mit von ki először? Azt mondja, ami ebben a vallási gyakorlatban, akár képekben, akár szövegben maradt fönn, ami ebben emlékeztet a kereszténységre, azt én rögtön kivonom. Na most eddig gondolom követhető volt. Tehát így azonnal kimarad Jézus, azonnal kimarad a szűzanya minden formájában, kimarad a kereszt, akármilyen alakjában jelenik meg, kimarad a megváltás, mint olyan, bármilyen alakváltozatban jelenik meg, ha bárkát lát valahol, azonnal kihúzza, hogy ez Noéból, tehát az Ószövetségből származik, hogyha ikreket lát, vagy ikerszerű férfi és nő alakot lát egy fa mellett, akár kígyóval, akár kígyó nélkül, az azonnal Ószövetségi zsidó hozadék, tehát ezt is kivonja. Nem tudom, érthető-e. Ami ezek után a markában marad, az körülbelül egy olyan 3-4%-a az egész vallási életünknek, beleértve az apokrif imádságokat is, mert hiszen ott is állandóan Jézusról van szó, Szűz Máriáról van szó. Tehát akár mennyire archaikus, nem érdekli. Benne van Jézus, tehát kivonandó. Na most így ez a bizonyos mennyiség, ez minden más, csak vallás nem. Mert pontosan az, ami benne a vallás kritériumait kielégíteni, az már eleve hozadéknak van minősítve. Nem tudom, ez eddig követhető-e. Tehát nagyon lényeges az, hogy már eleve ezzel a módszerrel, amit nem is titkolnak. Tehát ez egy teljesen, nem csak hogy gyakorolt, de meg is hirdetett eljárás. Ezzel tulajdonképpen eleve kizárták, hogy a maradékról, mint vallásról beszélhessünk. Mert minden összetevője, a végső dolgokra utaló jelzések is természetesen hozadéknak vannak minősítve. Tehát már nem lehetnek ősvallási hagyatékok. Na most, a továbbiakban látni fogunk majd néhány példát arra, hogy mennyire nem vonhatók ezek. Tehát itt aztán általában, ha az ősvalláshoz közeledni próbálókat még külön el akarják rettenteni, akkor még külön hangsúlyozzák, hogy itt egy ószövetségi zsidó, szellemi javadalommal van dolgunk, tehát ha valaki ezt sajátjának minősíti, ez olyan, mint ha valaki zsidótól lopna. Na most ezt ne próbáljuk meg, mert ez egy elég veszélyes játék. Tehát így van valahogy a dolog fölvezetve, tehát eleve már az ember megretten attól, hogy egyáltalán szóba hozzon egy kérdéseket. Gondoljuk itt a Noé bátkára. Tehát nagyon kevesen tudnak arról, és hát, hogy mondjam, gondoskodva van arról, hogy nagyon kevesen tudjanak arról, hogy az 1800-as években, annak is a derekán, 1850-es években, magyar kispapok Pesten lefordítottak egy művet németből, ezt a művet azóta sem adták ki. Ennek pedig az a címe, hogy az emberiség ős hagyománya. És ezt egy Heinrich Lücken nevezetű úr írta, ez egy evangélikus vallású, tehát luteránus
Nem pap volt ő, amelyre visszatok emlékezni, de vallási kérdések már rendkívül tájékozott német ember volt. Itt nem is annyira ez az érdekes, hogy ő ezt megírta, hanem ezt kispapok fordították le magyarra a szeminárium keretében. Na most ez a helyzet azóta óriási mértékben megváltozott. Ma ilyet kispap szeminárium keretében nemhogy nem fordít le, hanem egyáltalán meg se ismer. Ha megismer, akkor eleve csak bírálat formájában ismeri meg, ahogy mi annak idején mondjuk az egzisztencializmust a 60-as években. Na most mi van ebben a könyvben, és miért nem ismertetik ezt jelenleg? Azért, mert ez a Heinrich Lücken összegyűjtötte azokat az adatokat, amelyeket a nagyarányú térítések megindulása előtt, tehát az 1500-as évek előtt a világ különböző táján élő úgynevezett vadak, tehát akik még nem voltak megkeresztelve, azok elmondtak az első térítő szerzeteseknek. Az első térítő szerzeteseknek jelentős része ugyanis nem bántalmazta még a vadakat. Nem is igyekezett minden áron kigyomlálni az ősvallásukat, hanem először leegyezték, hogy ezek mit is vallanak a világról, annak keletkezéséről, fontosabb fordulatairól, végéről és így tovább. Na most ebből egy hatalmas anyag állt össze. Most ha megkérdezném, ezt az anyagot egyáltalán tudták, hogy ilyen létezik? Nem, miért? Meg kellemetlen. Nagyon kellemetlen, amikor ezt Lücken-Henrik összegezte, akkor kiderült a következő. Már a fejezet címei nagyon érdekesek, ugyanis az szerint az eszmerendszer szerint csoportosított az anyagát, ami egy hatalmas anyag. Hogy mennyiben felelnek meg ezek az egyes fejezetek a keresztény eszmetörténetnek. Tehát van egy világ teremtésére vonatkozó adatanyag, aztán az ember teremtésére vonatkozó, aztán az özönvízre vonatkozó, aztán a további ilyen rabságból szabadulás motivumok, aztán megígért Isten fiú, aki majd szabadítani fog. Tehát azt hinnénk, ezek a legsajátabb judeokeresztény értékek. Egyáltalán fogalmak. Na most kiderül, és hát a végén a megváltás maga, és az utolsó. Tehát ítélet, és utána ami következik. Na most kiderül, hogy egyetlen olyan tétele sincs a judeokrisztianizmusnak, aminek nem volna megfelelője, ezekben a kereszténység által még nem érintett eszmerendszerekben. De egészen odáig menően, hogy még az alakok neve is hasonló. Tehát az én az a V kategória köré csoportosul, hol ívnek, hol évnek, de valami ilyen. Az Ádám neve is e köré, a két más hangzó kategória köré épül. A Noé neve egyfolytában a nazális kategória köré épül, és egy szótagú. Tehát ezek rendkívül figyelmeztető dolgok. Na most ezek után gondolhatjuk, hogy miért nem fordítják le ezt újra és tisztességesen, és miért nem adják ki. Hát minden embernek ott kell legyen a kezében, és akkor tudná összevetni, hogy tulajdonképpen mit is kölcsönöztünk mi. Mert kiderül semmit, az égvilágon semmit. Tehát amikor egy bárkát látok, akkor még ha mellette egy N betűt látnék is, még akkor sem biztos, hogy ez az ószövetségi zsidó Noé fogalomnak vagy megjelölésnek az áttétele. Márpedig nekünk így és csak is így tanítják, vagyis hamisan. Na most ezért kell arra figyelmeztetnem, és azért kell ezt a legelején elmondanom, hogy egyben azért itt már rögtön meg kell egyeznünk. Aki ezzel nem tud egyetérteni, annak én nem sokat fog tudni mondani a továbbiakban, vagy mutatni. Hogy tudnék, ilyen módszerrel, kivonásos módszerrel nem lehet eljutni az ősvallásunkig. Mint ahogy az őstörténetünkig se lehetett. Tehát aki kihagyja Jézust az ősvallásunkból, az nem arról beszél. Aki kihagyja a szűzanyagságot az ősvallásunkról, az nem arról beszél. És így tovább, majd látni fő, hogy mennyi mindent nem lehet kihagyni. Tehát ezeket mi nem átvettük, hanem eleve is megvolt.